Nem vagyok szemérmes, szóval szeretnék az appfotózással is foglalkozni, amennyiben lehetséges, és hát a pornófilmezést se zárom ki. Ott van-e? Nekem meghalt édesapám 4 évvel ezelőtt is. Ez mai napig nekem nagyon fáj. Jó, én sem vagyok annyira öreg, hogy ne legyen szexuális kapcsolatom. A lányomnak úgy szintén szüksége van rá, úgyhogy mi mindent megbeszélünk, olyanok vagyunk, mint a barátnők. De állat! Nagyon jó volt! Zákok! De jó volt! Jó volt! Én már előre égek! Jó volt! Úristen! Életemben ilyen nem adódott volna szerintem soha többet. Mert ekkora élményeket az életbe az ember örül, ha csak egyből egyet kaphat. Hát, szerintem ugyanúgy éltem volna a kis életemet, ahogyan eddig. Igazából azt hiszem ez volt az első olyan kihívás az életemben, hogy azt mondtam, hogy na, akkor megpróbálom. Mert úgy el tudok lenni a hétköznapjaimba, de vágyom mindig a kitörésre természetesen. De ez most egy olyan alkalom volt, hogy én nekem ezt muszáj volt megpróbálnom. Zsemlős. Itt a Bálint. Jaj. Profcsik kaptam. Itt a Balázsok mennyit szenved, úristen. Menj el így, menj el úgy. Menj el amúgy. Jó, itt is te. Hogy főzök, meg minden, és akkor mennyit tűzik Balázsok. Jézusom. Wow, ja, csináltál nekünk. Ja. Nem az benne a kalandok, hogy most akkor én magamnak főztem, hanem így másoknak, és ezáltal örömet szerzem másoknak. Nagy pénz, nagy ti. Nagy, vigyázz, mindenhol figyel. Másságot akartam egy kicsit az életemben, és remélem ezt így megkapom. Hol a véletet? Egy kis kaland. Aha. És éppen ezért... Balázs, ez idióta, hiányozni fogsz! De jó! A bezártság miatt mindenképpen sok a 100. Akár Michael Jackson-t is beívhatnák, akkor is sok lenne a 100. Hát remélem leadják az összeset. Ezt ismerjük? Hát az unokád gyöngye volt. Tanáltam a nagyon nagy csocsó, örültek vagyok. Ki volt ő? Ki volt ő? A srác. Ki a srác? Egyen meg a szívedet. Hogy vetném meg a dudat, az lehetetlen. Az a keresztanyád, nem? Keresztanya. Ezt hallottam már valahol. De jó, ez a report film. Na még egyszer, még egyszer. A többieket így. Még egyszer. Ez a 100. napunk. Izgalmi állapotba kerültem ezektől a bemutató filmektől, apám, szó sem. Mit mondott a keresztanyád? Hedonista. Hedonista, erotomán életművész. Na, ezt megmond. Megaszonta. Képzelem, hogy azért forgatja így a szavakat elég rendesen, nem? Ó. Oh. Még így lájtosan is adta elő, nem? Hát igen. Én nem vagyok tipikusan az a fajta, aki hajtaná az élményeket, hogy úgy mondjam, mert én annál inkább el vagyok a saját világomban, de azért szeretek kimozdulni. A legkényelmesebb az egészben az, hogy valójában nekünk ezért nem kellett úgymond semmit tenni. Itt vagyunk bent, és kész. Big Brother! Téli időben a téli sportok a divatosak a Big Brother házban is. Bálint és Popeye korcsolyapályát épített a ház kertjében. Figyelj már! Jó, hogy megvártál tervezéssel. Jó, hát szerintem az a lényege, hogy van neki futója. Meg ha megy ki valaki, akkor... Hát ez meg mi? Hát a fólia, csak a kutyák egyszerűen szétszedtek minden. Nézd már itt milyen szemétdomb van, most látta.
Holnap majd össze kéne szedni. Jó, azt a... Írtam meg itt mindent. 5, mínusz 6. Á, 10. Nincsen mínusz 8 se. 10 van, mondom, hogy van. Az mínusz 8-nál összeragad. Igen? Aha. Tuti? Aha. Úgy látom, hogy itt ez veszélyes lenne, hogyha mondjuk onnan indulna, meg szűk a hely, hanem mondjuk idáig futsz, innen indulsz, azt mehet jó hosszan az ajtóig. Na, locsoljuk. Locsoljuk. De ez olyan, hogyha holnapra akarjuk, akkor kb. 2 óránként kéne locsolgatni. De hát majd holnap is locsolunk. Figyelj, a füvön innen most már lehet futni el, mert az kemény. Hát az mindegy, hát igazából érted, hogy most innen indulok. Hát onnan neki tud futni, és akkor gyönyörűen innen. Neki lehet indulni. Jó, akkor innentől. Előtte elő el kéne söpörnünk, nem? Hát legalábbis csak az nagy darabokat. Na, akkor én kezdem önteni, te meg... Jó. Nem, én arra gondoltam, hogy egy nagy izével, nagy lavorban, vagy mi az, kádban, hozni meleg vizet, a slagot kiengedni. Hát erre minek? Hát nézd meg, látod, két vödör víz, aztán jó. A közeledő ünnepek hangulata megihlette a lakókat is. Bálint karácsonyfát állított a többiek legnagyobb örömére. Jaj, Kormi, ilyen ügyes vagy. Jó lesz? Nem gondoltam volna, hogy ilyen lesz. Vissza bénázik, csak így berakosgatja, aztán jó. De tök ügyes, hát én ebből tudod mit raktam volna, mint amit a dédi mama szokott csinálni, egy kis ágacskát összerakni. Aha. Én ezt nem gondoltam volna, hogy ebből ilyen lesz. Tuti kis karácsonyfa. Jaj, de jó. Ez neked tuti karácsony, ez egy kóró, egy... Hagyjál már, te birka. Hát nagyon szép. A körülményekhez képest milyen szép. Most mit kell izélni? Jó van, na. Gyönyörű. Fújjuk már le ezüstfenyőnek. Szerintem szép a zöld. Mehet rá egy kis fufákolás. Dehogy is, legyen csak zöld-fehér. Az akár nincsen ilyen hó. Te már ide-oda. Meg vagy te bukgyamba. Hát van ilyen silver, de hát ez nem tudom, hogy... Hogy, mint... Hát itt ott bemehet. Aha, nagyon tuti. Na, gyerekek, megvonáik, megvan az összes. Itt ez az idő, ez másfajta idő. Hogyha én belegondolok abba, hogy még csak tegnap volt szinte, hogy ide bejöttünk, és hogy így elröpült az idő, ennek csak örülni lehet. De igazából sok, mert minden egyes napot végig kellett élni. De szép. Itt vagyunk újra, és itt van mellettem mind a két oldalamon a nagy páros. Először udvariatlanul az urat fogom megkérdezni, méghozzá Szabit, hiszen ő jött ki régebben. Szabi, az első kérdésem megdöbbentő lesz. Hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jó. Amióta kijöttem, nagyon jó. Hát vágyakozni volt jobb, vagy megélni? Mind a kettő jó volt, de megélni jobb. És megélted? Miről van szó? Pontosan arról. Lehet, hogy Zsanett erre tud nekem válaszolni, hiszen nem régen kiderült, hogy te újságíró leszel egy lapnál, ugye ez igaz? Igen, a Színes Mai lapnál leszek újságíró. Elsőként hadd gratuláljak, de hadd kérdezzem meg, hogy az első cikked az Szabiról és rólad fog szólni? Nem, csak Szabiról. Csak Szabiról? És hogy mindenkit az érdekre, hadd tudjuk meg, mi volt az első éjszaka? Ki fog válaszolni? Melyik első éjszaka? Jaj, ne csináljátok már, mint a... Első éjszaka van, hát volt egy első éjszakám otthon, meg van egy első éjszakám itt, meg... Van egy első éjszakád Zsanettel? Azt nem tudom. Van? A
az az igazság, hogy a ti életetek ugye 3 hónapig kinek-kinek nyitott könyv volt mindenkinek. És most mindenki egy picit úgy kizártnak érzi magát, hogy nem tudja, hogy most mi van veletek. Erre vagyunk kíváncsiak, Zsanett, hát ha te többet árulsz el. Az első éjszakán Szabi bokroson volt, második éjszakán a szobájában, és én Judittal töltöttem az éjszakát, ha valaki erre kíváncsi. És nem hiányzott? Judit? Ne, hát ha vele töltötted, akkor nem ő hiányzott. Az a kérdés, és erre természetesen nem kell válaszolnotok, hiszen ez a ti magánügyetek. Most mi mindig párharcokról beszélünk itt, ugye általában jelölés van, és aztán kiszavazás. A ti harcotok vagy párotok az most hogy áll éppen? Hát mi jelen pillanatban is nagyon jóban vagyunk, tehát a jó viszony az nem romlott meg attól, hogy ő kijött, és én még bent maradtam, és nagyon jó barátok vagyunk továbbra is. Zsanett, lesz egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik valaki, vagy között a két fiú között maradsz? Lehet, hogy egy harmadikat fog választani. Gondolom van rá jelentkező. Nézzük meg, hogy hát ha a házból lesz az egyik jelentkező, és hogy hogyan érintette a házlakókat, hogy ma jelölniük kell, úgyhogy kukkancsunk be a nagy tesóházába. Kukkakukkó, persze várom. Rakki prépa. De rég volt. Cserikók volt. Mi tudom? De jó volt szerintem. Cserikók? Aha. Az is jó. Először, hogy gyűlölte. Egen, mert szoktál játszani. Mi a zenéjét? Hú, de imádtam. Meg a piát is. Nagyon szerettem. Az italt is. Én így levágja rá tud. Aha, szerettem. Most sem szeretem, még voltam. Ha beléjünk, feldolgozták. Ajaj. Akkor van a gyerekem 8 percig. Az lehet is. Várj, és nem tudom, hogy a izé pressisek, vagy a izé bank. Hogy? És nem tudom, hogy hívjál, hogy még 8 perc. Bandok. És ilyenkor anyád így, ugye? Tudod, gitárszóval. A kintiek mindent tudnak. Csak mi nem tudunk semmit. Ja, Popeye, a kintiek tudnak. Ők már tudták, persze. Csak mi nem tudtuk. De megsukkadta volna valaki a hétvégén a fülemben. De hát nem lehetett. Ma esti jelölőső után velem még egyszer találkozhatnak élőben, és ahogy ez lenni szokott az esti Big Brother adásban, ugye van egy napi kérdés, a napi kérdést már most el fogom mondani, tehát lehet gondolkodni rajta, de mielőtt felteszem ezt a napi kérdést, következzék egy kis reklám. ...92-es SMS állomásra, arra az SMS állomásra, amelyen jelölni is lehet, most még legalább fél óráig, vagy nem egészen fél óráig, úgyhogy használják ki az alkalmat. Ez az utolsó jelölősó, jelöljenek. És akkor mondom a napi kérdést, ami egy kicsit morbid ma este, de ennél annál szellemesebb. Összefagytak-e a Big Brother ház kutyái? Tehát nagy hideg van, ugye a 3 kiskutya az kinn lakik a ház előtt. A mai napi kérdésünk velük kapcsolatos. Összefagytak-e a Big Brother ház kutyái? Igen, nem tippeket várok a 17.92-re, és akkor hamarosan elmondom majd élőben a megfejtést. Itt vannak velem az eddig kiszavazott játékosok, akikkel mindig jó találkozni, mert nagyon jó kedvük van, nem úgy, mint a bennlakókkal. Szevasztara, te például nem tudtál bemenni a házba szombaton, nem sajnáltad? Sajnáltam, hogy nem tudtam bemenni, de úgy érzem, hogy a kisfiam egészsége fontosabb volt. Úgy éreztem, jól van már Armando? Igen, hát most már nem köhög, ma telefonált az apukája, hogy minden rendben van vele, most már nem annyit köhög. És... Na, akkor újra együtt a nagy csapat, legalábbis a 3/4-e, egy játékra szeretnénk kérni titeket. A játék lényege, hogy mindenkinek van egy papírja, illetve egy színes filctolla, írjatok fel önerőből, tehát nem lehet összebeszélni, minél több, nem muszáj, nem kell kapkodni, Angéla, végigmondom a feladatot, jó? Tehát nem azt kell leírni 8-szor, hogy Bálint, nyugalom, tehát arra szeretnénk kérni titeket, hogy írjatok fel minél több heti feladatot, ami eszetekbe jut, ugye? Nagyon sok hétből állt ez a Big Brother játék, van akinek csak 2 hétből, van akinek 1 hónapból, akár 8 hétből, 10 hétből, tehát mindenkinek más fog eszébe jutni, de arra kérlek titeket, hogy összegezzétek ezt a játékot a hetek szerint, írjatok föl minél több heti feladatot, ne beszéljétek meg, és utána majd folytatjuk a játékot, oké? Okay? Köszönöm szépen, el lehet kezdeni az írást, és aztán ezt a ellenőrzők. Én pedig szeretném megkérdezni Sándortól, hogy hogy áll most a szavazás? Nagyon fordult
nagyot fordult itt időközben a jelölés állása, hiszen Bálint Évinek a szavazatainak a száma összege jelentősen csökkent, de Évi továbbra is a legutolsó ebben a párharcban. Míg elől egy elég nagy változás történt, hiszen ha jól látom, akkor Renátó átvette a vezetést 41,9%-kal, és Popeye 41,2%-kal a második. Most pedig én következem, és ismét szólítjuk a nagy testvérházát, hogy mennyire rázta meg őket. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Nagyon rossz? Aha. Nagyon sajnálom. Tényleg nagyon sajnálom. Nem csalás. Nem kicsi hangot kérnénk. Nem csalás, mert sose állítottuk azt, hogy négyen maradtok a végén. És azt gondoljuk, hogy lehet, hogy így nehezebb, de az is lehet, hogy könnyebb. Nagyon nehéz lesz jelölni ma, én ezt pontosan tudom, hiszen most már négyen úgy vagytok bent, hogy szóval nagyon nehéz lesz. De mondjátok el, van valami kérésetek, kívánságotok, hát tudjuk addig teljesíteni. Igen, hogy utána még meghosszabbítsák egy héttel is, akik módosítottak a szabályon, azok jöjjenek be. Ez nem egy rossz ötlet, Bálint, de ennek majd meg átgondoljuk, és mondjuk karácsonykor nem, de lehet, hogy majd januárban beköltöztetjük azt a népet. Most viszont egy picit megint elbúcsúzom. Egy egészen más helyszínen vagyok, mint ahol szoktam lenni, ezt biztos most is látjátok. Egy picit elbúcsúzom, jó, és aztán majd megint érkezem, és akkor már valószínűleg jelölnötök is kell. Okay. Jó? De hanggal. Halló. Jó. Majdnem röhögtem, hogy a Renátónak az a izéképen van. Neked is sok képen. De én nézek ki, Renátó. De nem, hogy neked az a izéképen van. Az ostromakép. Figyelj, de most tök jól nézek ki ez a félkép így. Beizézik. Neked olyan nagy bolaid. Volt fogam, akartam mondani. Hát persze, sima. Hallottátok mindent, tisztán mindent? Én sem. Valahol máshol lehet, de hol? Máshol. Olyan kíváncsi vagyok valamire. Vannak nézők is egyébként. Akkor röntöttek volna, amikor mondta a Bálint. Ez az egy kis hangerőt nyomhatnának rád, alig lehetett volna. Esetben most mindenki röhögött volna. Vannak nézők. Azért valak, na mindegy, hagyjuk. És hogyha így ilyen beérkezik, hagyjál már hülyeségeid, de persze, szavazás! Ha már régen vagyunk. Én pedig akkor most ellenőrzöm, hogy a kiszavazott játékosok közül négynek hogyan sikerült összegyűjteni a heti feladatokat. Kinek a leghosszabb a listára? Most először csak így vizuálisan. Úristen! Iti az verset írt. Na, kezd el felolvasni, Itikén. Miket írtál össze? Tűz, Hortobágy, tehát tűzrevigyázás, Hortobágy nap, másoló, futás. A Tara leütötte magát, mi nem jutott eszedbe? Elfelejtettem a Hortobágyi napot. Igen, cseles a feladat, mert ugye volt olyan hét, amikor több feladat is volt, igen. Jó. Futás, szex, ja, az nem feladat, reklám. Szex az egy vágyálom volt ezek szerint, amit automatikusan leírtál. Igen, ami aztán beteljesült, rekordok. Teljesült kivel? Hattyúk tava, gríz, sétapálca, Taj Mahal. Jó, ez legalább 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, legalább 12. Ki az, aki 12-nél többet írt? Dominót nem is raktad? Én csak 11-et írtam. Most az Iti az a rekordokat is különvette. Ötödöl, cseles. Te mennyit írtál? 11-et, de nekem nehéz. Neked melyik volt a kedvenc heted? Nekem az első kettő. Na akkor most nézzük meg az első hét legjobb pillanatai. Felkészülve állunk, jó van? Figyeljetek, 3, 2. Csapó! Pipi! Ti da di da di da di da 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 di da di da di da da. Futás bakola! Arra, okos. Fú, az a pisilt kakilt, de miért? Na, ugye milyen okosak vagytok? Da 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 di da di da di da 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 di da di da di da da. Na 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 na
Adjatok valamilyen jelet. Ha nem adtok, az is jel. Olyan nagy magyar voltam mostan, én 22-23 éve, én büszke vagyok, én fogtam a magyar zászlót, cserkészek. Én nem taposom le a magyarokat, elnézést. Nekem ő elég furcsa, mondjuk nem tudom, hogy... Lehet, hogy betették csak úgy közé. Sziasztok! Volt egy kis veszekedés, de a közönség ovációval fogadta a ti csókotokat. Hát hol volt akkor még Szabi? Hát én az első két hétben észre se vettem, hogy Szabi beköltözött a házba. Ő viszont észrevett téged, szerintem, mert nagyon savanyú feje volt, olyan furcsán került ki a képből, nem? Vagy te hogy? Ami már vadászott Zsanira, akkor Judit, mi a véleményed erről? Elképzelhetőnek tartom, biztos félték. Még te voltál a jobb akkor. Igen, remélem, hogy most is itt kint. Összegezve, milyen volt a hangulat régen? Remek, nem? Nagyon-nagyon jó volt. Olyan jó volt visszanézni megint ezeket a dolgokat. Itt még most is egy csapat vagytok? Vagy akkor voltatok egy csapat, és valami elmúlt? Az első két hét volt a legszimpatikusabb, mert úgy mindenki még jól érezte magát, de hát az nem várta senki, hogy mind a 12-en imádni fogjuk egymást utána, ez nem is következett be. Majd meglátjuk, hogy a véget ér a játék, ugye december 21-én mindenkinek új élet kezdődik, szerintem akkor még lehettek újra egy igazi csapat. Most minden esetre nézzük meg, hát ha jobb kedvük van már a játékosoknak. Közben lehet, hogy ha én megyek ki hétvégén, akkor viszem magam amit a harmat. Azt hova vinnéd őket? Nem tudom, elajándékoznám jó helyre. De így is úgyis szerintem ezt megoldanám. Oda adod a kaposvári gangster főnöknek? Milyen gangster főnöknek? Hát az állatbarátnak. Tudod, annak, amelyik addig simogatja a kis kutyákat, ameddig ki nem törik a nyakuk. Nálunk ilyen nincsen. Legalábbis ilyen jó ember nagyon ritka. Keresztem a paródiámat, tudok, simogatja a macskát, kitörik a nyaka. Nem így. Nagyon jó, ezt meghatózatok másikkal. Simogatja tovább. Ez a kereszt a pus. Nyomja a szöveget. Kereszt apus. No. Van valami ilyen film, Kereszt apus. Van egy nagyon jó, a Danny Rónak van még egy nagyon jó kereszt apu paródia. Jaj! Amikor pszichológus vagy. Azt nem mondhatom igazán, hogy túl jó a hangulat a házban. Itt áll két oldalamon két majdnem rokon. Az egyik oldalam itt áll Katka, Popeye-nek testvére. Popeye nagyon ki van bukva, ezt jól látom? Teljesen meglepődött, hiszen úgy volt megadva a szerződésben, hogy négyen maradnak, és négyen vannak bent, nem számítottak rá, megvan. Természetesen a Big Brother mindent megváltoztathat, és ezt is a nézők érdekében változtattuk meg, hogy minél izgalmasabb legyen, hogy hárman maradjanak a végére. Annyit, Katka, mondj meg, hogy attól fél Popeye vajon, hogy kijelölik ma? Persze, érzés. Mondta is adásban volt, hogy leginkább Bálintot, illetve Évit találja esélyesnek. Sőt, azt is észre lehetett venni, hogy ő folyamatosan úgy jelölt, ahogy a nézők, tehát szerintem reálisan látja a dolgokat, és ezért érzi belül azt, hogy megyek, nem megyek, maradok, van esélyem. Végül is az bejött Popeye-nek, amit az elején mondott, mielőtt bement, hogy a négy közöttben legyen. Abba benne van, hogy a három között benne lesz, azt nem tudjuk. Itt áll mellettem Klári, aki Bálintnak a nagybátyának a felesége, tehát majdnem rokon. Bálint soha nem volt jelölve. Őt miért rázza meg ennyire ez a mai jelölés? Hát szerintem azért, mert nagyon szeret az összes bentlakót, és kellemetlen neki, meg rossz érzés így ellenük szavazni. Tényleg olyan érző lélek, elég zárkozott Bálint, mint amilyennek. Látjuk, te így ismerted meg? Igen, nagyon az. Igen.
Szóval, hogy mi lesz velük, azt nem tudom. Egy biztos, önök ma már most ebben a pillanatok kezdve nem tudnak szavazni, hiszen most lezárjuk a szavazást. Azt az eredményt, amit önök jelölnek meg, azt a két nevet nem sokára elmondom. De addig is nézzünk be a házba, ahol elég séri hangulat uralkodik. Én kagyok csöndben vagyok, vágod? Vágod? Hát én nekem nagyon elromolhatott a füled a jacuzziba. Nem a jacuzziba. Hát nem attól voltál beteg? Hát de már ekkora koromban. Az egyik fülem az nulla. Igen. Aha. Azért ordibálsz te mindig. Na vatte ne fánkúra. Jó, hogy így a 15. héten bevallod. Csak azért kiabálok, persze. Tiszteli minkje. Ja. Nem, igazából nem. Tehát rám nem a nagyot hallók szokása jellemző, hogy azért kiabálok, hogy vajon nem. Már annyira nem szeretem a hangot. Hát tényleg, és érdekes ez a kontraszt, ami a ház bentlakói és kintlakói között van. Akkor most tesztelni fogom a kintlakók, vagy hát szóval már kinti játékosoknak a másik felét. Úristen, Angela, mutasd meg a kamerának, te többet írtál, mint 12, biztos összedolgoztatok a színfalak között. Csaltál? Nem csaltam. Na, akkor ebből mi a kedvenc? Mondjuk tűzgyújtás, te is azzal kezdted, az volt az első hét, utána tovább? Igen, a legkedvencebb a hortobágy volt. És miért? Hát azért, mert minden nap népviseletben voltunk, és a fiúk állandóra szoktják kalácsapkodtam. Hortobágy volt egyébként az első hét, amikor téged nem engedtek érvényesülni magyar vonalon, hiszen egy turistát alakítottál, nem bántad? Én egyáltalán nem bántam, hiszen akárhogyan is mégis azért egy picit egy turista voltam, és örültem neki, büszke voltam azért, hogy még bent a Big Brother házban is sokat tanultam. Szabi, mi volt a legőrültebb hét szerinted? Legőrültebb? Mind az összes. Mind az összes. Na, mi is készítettünk egy összeállítást nagyon-nagyon régi pillanatokból, amik elég dilisek. Adnám már bárhol lehet, ebben az rózsúját dosúj, de cefáld, hogy minden meccsel elgágyad, legalább az sok rúz meg sepsik, sorsi, rossz, hogy szeretnénk hihely, az hajvaj, balgáz lett, hol menj, ennyi nyom, nyúlgany, rabját lepel, az a durfúj csepék, csomó nép, nyom, helyez, futfű, hány lány, slóri, és hoponyak, sünzár, pár gépe, bőrvek, útláp, kutá, jó, gyúj, kézzel, de bőrcsi, de a hétben szeretném, de szóval ez zsen. Megdöntenetek, és szerintem Judit fantasztikus volt, elképesztően tudja a Hadarne szag, mégis kijelöltétek. Miért? Húha, régen volt. Régen volt. Szabi, te hány csipesztettél az arcodra, már nem emlékszem. Azt hiszem 83 darabot, ha jól emlékszem. Nem volt elég a rekord megdöntéséhez, de azért elég piros lett az arcod, ha jól emlékszem. Igen, egyébként, hogyha még egy 5 perccel több, akkor megdöntöttem volna. Tehát hely az még volt a képemen, mert van bőr a képemen, elég sok, de mégis az idő kevés volt. Pongó, tojásokat megettétek utána? Nem lehetett megenni, mert csúnyán pucoltátok meg, hogy kockák lettek a tojásokból, ugye? Igen, kockailag intéztük a dolgokat. Na jó, tehát volt itt nagyon sok boldog pillanat a Big Brother ház történetében. Hát, szomorú pillanatra, mert ha jól sejtem,